fejlődés, illetve előrelépés minden szervezet számára fontos, melynek egyik lényeges elemét jelenti a fejlesztések biztosítása. A katasztrófa védelem szervezetének előrelépéséhez elengedhetetlen a fejlesztések lehetőségének megteremtése. Természetesen a magyar kormány biztosít fejlesztési forrásokat a katasztrófa védelem szinten tartásához és mind hatékonyabb a munkáját célzó fejlesztésekhez, de ugyanakkor próbálunk nemzetközi forrásokat, Európai Uniós forrásokat is szerezni, hisz a katasztrófa védelem hatékony működése alapvetően befolyásolja az állampolgárok biztonságát. Épp ezért a katasztrófa védelem több szervezettel együtt kidolgozott egy nemzetközi projektet és elnyert egy nemzetközi támogatást ez a norvég finanszírozási mechanizmus keretében, és ennek egy rendezvénye itt lesz Mezőkövesden. A projekt a katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztését célozza meg, melyben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mellett tevékeny részt vállal a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is. Az ország egész területén minden megyében alapvetően a katasztrófavédelem hivatásos és civil szervezeteinek a fejlesztését szolgálja. Ebben van eszközfejlesztés, és természetesen egy szervezet megújulása nem képzelhető el humán erőforrás fejlesztés nélkül, és tudjuk jól, hogy egy kiterjedt katasztrófa kezeléséhez a hivatásos erők kevesek, ezért rendkívül fontos a civil, önkéntes, segítségnyújtó csapatok társadalomnak a kiképzése, és az együttműködés gyakorlása, hiszen tudni kell mindenkinek, hogy mit, mikor, hogyan és miért csinál a veszélyhelyzet esetén. A pályázat keretében összesen 1,2 millió euró áll rendelkezésre. Ebből egy rész a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, mint civil szervezet vállalta azt, hogy az itteni, tehát a helyi szintű civil szervezeteknek az együttműködési képzését és a lakosság tájékoztatását lakossági kampány és fórumok keretében fogja végrehajtani. Ennek a keretében fogunk itt végrehajtani egy gyakorlást, nem hangsúlyozom, hogy ez nem gyakorlat, hiszen a gyakorlat az ellenőrző jellegű, hanem gyakorlás, ahol a civilek és a hivatásosok együtt végeznek feladatot. Városunk földrajzi és település szerkezeti szempontból elsősorban ár- és belvízveszélynek van kitéve, éppen ezért a gyakorlás során erre fogják a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az egyik legfontosabb védekezési helyszín az a belvárosban van, a lefedett Hórpatak medernél, ahol a ottani visszatorlódó víz elleni védekezést fogják majd gyakorolni. Közösen a tűzoltók, a járási mentőcsoport és az összes védekezésben résztvevő szervezet. Természetesen dolgozni fog a település polgári védelmi törzse is, hisz vészhelyzet esetén is így működik. Célunk az, hogy a lehető legmesszemenőben közelítsünk meg egy veszélyhelyzetet, hogy veszélyhelyzet esetén mindenki tudja a feladatát. A katasztrófavédelmi gyakorlást május 8-án rendezik meg Mezőkövesden.